És itt is vagyunk, ahogyan ígértük, egy rövid szünetet követően kisebb technikai probléma történt, de ez hál' Istennek megoldódott. Úgyhogy Ancientre érkezünk, ami ugye a Spiritnek a választása volt, ennek megfelelően a Honvéd pedig úgy dönt, hogy akkor ők fogják CT oldalon kezdeni ezt a pályát, és akkor nézzük is, hogy a Spirit egy lassabb kört fog-e választani, vagy pedig egy rást mit felé. Egyből úgy néz ki, hogy a mit control megvan, és a CT-k nem tolják le, hűha, és kapja is a fejest, a redvédő játékos érkeznek A felé. Ó, nonsense-nek megvan az első hleb, az, aki elhullik, egy hatalmas fejest kapott, meg ott van rá a válasz, insert az, aki maxit elhúzza, 4v4, egészen eddig megvan megint a CT-knek az emberelőnye, Flashy, aki Ibelit tudta ellőni, és a bomba ugyan lekerül, de föl tudják szedni, ugyanis, illetve hatástalanítani, 13v3 játékos életben marad, és Totti az, aki végül is hatástalanítja. Hát egy gyorsabb kört láthattunk, és a bomba rakás ugyan meglett, de ennél tovább a Spirit nem tudott jutni, úgyhogy 1-0 ezzel a Honvédnak, és hát meg tudjuk nézni, hogy igen, force kört láthatunk majd, többeknél is, sőt, szinte mindenkinél, talán mindenkinél galilok fognak érkezni, némi utility mennyiséggel, hát nem kiemelkedő mennyiséggel, míg CT oldalon pedig 4 darab M4, illetve MP9 van a honvédosok kezében, és B-t úgy döntenek, hogy 3-an védik, ezzel szemben viszont a támadás úgy néz ki, hogy A-ra fog majd érkezni, szépen felsorakoznak, és hát ezekkel a fegyverekkel, galilokkal igaz, hogy kevés a utility, azért nem lehet rossz, hiszen egy A-védő van, de az egy A-védő most ebben a pillanatban elhullik. De nonsense, nem ad lehetőséget, de még mindig ki van füstölve, úgyhogy talán egy plan meg lehet. Fejbe vágták szegény nonsense a gránáttal, és így insert le tudja tenni végül a bombát, viszont egy 3v2-es felállás Tafferplantban, ami nem feltétlen kedvező, főleg úgy, hogy ó, insert, 21 HP volt, viszont csajd le tudta lőni Tottid. Lassinak kell megérkeznie majd itt lassacskán Fangból, illetve a társát meg kell várni Nolent, aki mainből fog majd jönni. Viszont én azt gondolom, hogy mind a kettő játékosról megvan az információ, tehát Choi mindenképpen lebukott templomban, és tudniuk kell, hogy Inzert így valószínűleg kiment CT-re. Lehet szedni a bombát, amíg Nolan pedig fedezi itt a társát, meg is van az első frag, Choi egyelőre nem fog píkelni, és így Flashy viszont végig fogja szedni a bombát, hiszekes a diffuse, úgyhogy Nolan kell majd figyelni, és le is tudja fejelni végül Choi volt. Úgyhogy Flashy-tól följön a bomba, úgyhogy megszerzi a második körét is a Honvéd, és a kérdés az egyébként, hogy a Spirit mit kezd majd a pénzükkel, mert kettő játékos maradt életben, volt bombaplant, figyelj, én simán beleláttam egyébként egy ilyen kis csavarnak, hogy akkor ráhúzzák a galilokat, de egyértelműen, hogy itt a 2000-ig való levásárlás lenne az optimális, de nézd meg, jön is az a csavar, amit én vártam. Igen, ugye, ha már itt a mérkőzésünknek ugye a tempójáról is beszéltünk, ugye itt egyrészt az anyagiak, illetve hát ugye a kevesebb kör is valamennyire igényli azt, hogy kicsit változzanak ugye a vásárlási szokások. Főleg, hogyha két körbe is plantolt a T-csapat, noha bukták, itt látjuk annak a példáját, hogy lehet a Kazsinorban három kört is, illetve két kört forszolni. És azért most már két AK is ott van, de hát utility-kkel, két flash-sel nem biztos, hogy nagyon menni fog. Ennek ellenére insert az, aki már berongyol ára, sőt, ketten érkeznek majd Fangból, és a plant az épp, hogy megvan. Inzert! És 3v3-ban kéne megpróbálják. Egyelőre egész jól működik, főleg úgy, hogy Totti megérkezett már CT-ről, ki tudta fejelni Eyeball-it, Trev. Vissza fog szorulni egy kicsit mainbe, Choivot kell megvárni, aki lassacskán érkezni fog, de hogyha sehol nem mutat magáról semmit, akkor olvasni lehet. Megint füstön keresztül szedik a bombát, Totti pedig a lehető legjobb ütemben píker a Choivra. Megvan a harmadik köre is a Honvédnak, és nézzük a pénzügyi helyzetét a Spiritnek. Megint tudnak vásárolni egyébként, hogy szeretnék, tehát hogy ott van 2-4 ezer fölötti összeg, ők kényelmesen tudnak rányúlni az alkákra, és többiek pedig azonnal jöhetnek a galilokkal. Hát jó, egy galil végül kevesebb utility, viszont ez azt fogja eredményezni, hogy akkor megint egy kicsit pörgősebb támadás. Ami nekem ilyen szempontból nem tetszik, az az, hogy nézve mennyi gránátja van a Honvédnak, és nézek, hogy mennyi a Spirit Gamingnek. Tehát ilyen szempontból egy kicsit már úgy gondolom, hogy nehezebb lesz ezekkel támadni, tehát hogy van kettő, most már csak egy füst, egy moló és egy flash. Hát nehéz lesz, de az endiget be kell ellenülni, ami egyelőre úgy néz ki, hogy a CT oldalra jön Nolentől. Ugye füst lénre, úgyhogy ezzel ellettek zárva, nonsense-ek ott van a következő kill, lebb az, aki elhullik, és ketten maradnak életben Spirit oldaláról, egyébként már, sőt, Trev az, aki el is hullott, neki alig volt HP-ja. Hát,
Igen, talán most már rájönnek majd arra, hogy, vagy nem az, hogy rájönnek, nyilván tudják, de talán negyedik körben már, illetve az ötödik körben nem tudják megkockáztatni. Na, a csajok egy kicsit szépíteni, és hát igazából 2v1-ben van bomba rajta, és Tamperról érkezik az egyik játékos, másik pedig CT-ről, aki most ki lesz füstölve. Csak kérdés, hogy számít a rámpáról érkezőre. Jaj, a timing. Nagyon jó pozíciója van, szerintem sejti, de... Totti lerendezte, úgyhogy ott van a negyedik kör is. A Honvédnál iszonyat gyors köröket látunk amúgy, és talán most talán már... Most igen. Igen, most már reménykedünk, hogy azért egy ekót is látni fogunk végre. Nem mondom, hogy reménykedünk, hát hogy ekót látok. Tehát én örülök, hogy ugyanennyire pörgős a mérkőzés, mint amihez itt hozzászoktam a múlt héten, de igen, itt gazdasági és pénzügyi helyzetből jót tenne a Spiritnek, hogyha több jutival tudnának esetleg támadni, tehát akkor az egy kicsit megkönnyíteni az ő dolgokat is. Arra, hogy itt legyen kör. Figyelj, egy alkát már látok, meg egy dezit. Itt azért úgy vásároltak, hogy a következő körben azért majd tudnak venni, szóval itt van csak egy híró alká, ami látható, meg egy pausz, úgyhogy figyelj, nem mondom a szokásos mondónkát, remélem, hogy nem fog azért annyira sokáig tartani, de már jött is az információ, hogy nem, és ebben a pillanatban vége is lett a pauznak, szóval lehet, hogy itt taktikai átbeszélést tartottak a felek. Hát Honvédnál nagyon nagy egyébként a kezdés, legalábbis körök szempontjából, viszont a pénzügyi helyzetükön bőven meglátszódik az, hogy mennyire szorosak egyébként a körök. Tehát, hogy ezek a folyamatos kettő, illetve egy emberrel való túlélések annyira a banknak nem kedveznek, tehát ott egy embernek van tényleg sok pénz, ezzel 3750-nel, ott van még maximál 1800-as összeg, de azon kívül meg 1050-750, úgyhogy annyira stabil bankot nem tudott kiépíteni egyelőre a Honvéd. De figyelj, egyébként minden forrásuk megvan ahhoz, hogy ezt a kört is behúzzák. Mondjuk trevi annyitó, amire Flashy azonnal tudott reflektálni, úgyhogy ez így szép kezdés. Highbally szeretne itt a fegyvert upgrade-elni, ami meg is történik, viszont egy kicsit beleszorulva, hogy okosan kell ezt megjátszani a támadónak. Igen, két B-védő van. Igazából Highbally, aki ugye itt most érkezett rámpáról, fel tudtam venni a fegyvert, és valószínűleg regroup fog történni. Miden? Kérdés, hogy igen, nem volt ott már füst, úgyhogy Maxinak végül is meg lett Choive. De lehet tudott rá válaszolni, úgyhogy 3v3 eddig fejfej mellett haladnak, és hát talán most egy olyan kört tud majd hozni a Spirit, ahol elmondhatjuk azt, hogy kevesebb, még forse volt. Ugye láttam már korábban erre példát, de Nolan arról tesz, hogy ez ne történhessen meg, ugyanis Leb is elhullik. 3v2, még mindig minden próbálkozik Highbally. Így füstön keresztül kapja, ugye Ancient az a pálya, ahol általában red füst, vagy rámpa füstön keresztül, vagy akár falon keresztül rengeteg kiét lehet szerezni. És egy 2v1 alakul ki, Highbally is elhullik. A bomba pedig érkezik ára, de hát ez le lesz olvasva. És Nolan olvassa is, és megöli Inzertet, úgyhogy 5-0. Na, hát akkor most kaphatunk majd a Spirittől egy teljes értékű vásárlás, sőt egy VP is megjelenik a csapatnál, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennyi utility-val azért végre most már látjuk, hogy ott vannak a molók, füstök, flashek, nédek is, szinte mindenkinél, kivéve ugye a VP-s játékosnál. Itt talán már egy kicsit több esélyük lesz, tehát ebből is látjuk azt, hogy mekkora jelentőség van a C2-ben is a utility-knek. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a CT-k mit szeretnének most összehozni, mert lett volna pénz egyébként, hogy dobjanak nonsense-nek, de mégis az MP9-et választotta, szóval abban gondolkoztam, hogy lehet, hogy itt valami komolyabb agresszivitást szeretnének összehozni, akár esetleg békitolást. Inkább középen alakítottak ki egy setupot, és végül nonsense be fog zárni majd fánkba, úgyhogy egy dupla fánk setup egyébként, úgyhogy figyelniük is kell, mert a irányába érkezik a támadás. Totti tudott refregelni egyébként Highbally nyitójára, úgyhogy így eddig a pillanatig volt egál, aztán Maxitól egy óriási spray transfer, viszont folyamatosan érkezik a Spirit Gamingtől is a válasz, úgyhogy már is egy 2v2 alakult ki, viszont nézd meg, hogy hol van a bomba, az elsősorban föl kell majd szedni, Leb viszont itt el tudja vágni majd a rotát, úgyhogy itt okosan kell megoldania a védelmét a Honvédnak, hát igen, ez eddig a pillanatig tartott körülbelül, úgyhogy Leb teljes mértékben el tudja vágni a rotát, Maxinak kell majd akár mögé is érkezni, ami jó lehet, így viszont akkor, hogyha lelövik Lebet, akkor pontosan tudni fogja, hogy hova készülődik a bomba. Úgyhogy itt most egy kis timing össze fog jönni, le tudja lőni őt Maxim, Abril is az alkára, és Márangyal is bérakó irányába, ahol az ellenfele teszi a bombát, így, és ráadásul pont egy picit ki is lógott, de viszont így Maxi pontosan tudja, hogy hol van az ellenfél, és ki is fejeli őt Maxi. Egy óriási kör a Honvéd irányítójától, Na de Maxi. Hol a bomba? Nem ott. Jó, az a kis spray, ez
az most mindent vitt, de figyelj, az ő 4K-ja az leengerlő volt. Ez óriási transfer, arra kom, majd utána itt az 1v2 a legvégén. Nagyon kemény, 6-0 a Honvédnak. Igen, azért a Spiritnek az érdemeit se vegyük el, hiszen azért nagyon szépen játszottak ugye 2-1-ig. Én azt gondolom, hogy talán itt az utolsó előtti játékos, nem tudom, kicsitán, hogyha beúzódik, akkor besételed. Valamire arra nem számított, hogy Maxi érkezhet Red Roomból, és arra egyáltalán nem is számított. De ez pedig az ő érdemeit nem csökkenti semmennyire, úgyhogy 6-0. Az már biztos, hogy döntetlenül rosszabb, legalábbis a homlok a rosszabb eredmény nem lehet. És ott a nyitót pedig Flashy szerzi meg, de az, aki elhullik. És miért AK-kkal rohamoznak majd a Spirit Gaming játékosai. Bomba viszont most játékossal B felé fog megindulni, és lehet, hogy a kév védő most ugye lepik át rámpa felé. Nem látott senki, de érkezik vissza. Kérdés az, aha, de érkeznek már hárman is. Egy plant megint meg lehet. Hoppá. 4v4-ben. Na. A Honvéd szeretné nyilvánvalóan megpróbálni ezt a ritéket, és hát meg is kezdik a fregelés. Lomosak egyébként a Spirit Gaming-es játékosok, most már ráadásul kettő is, meg így is tudnak folyamatosan fregelni. Troy majd Inzert már duplánál tart, ott marad végül 1v3-ban, szerint a füst túrásának köszönhetően valahogy csak sikerül lezárni ezt a kört a Spirit Gaming-nek, és meg is szerzik egyébként az első kört, plusz még egy AWP-t is ki tudnak menteni, úgyhogy ezt lehet majd átdobni a társnak, amit ha jól látom, akkor Inzert kapott meg végül. Úgyhogy, hát figyelj, egy bő 7 kört kellett arra várni, hogy itt meglegyen az első betámadott kör, de ami késik nem múlik, és innen azért abszolút lehet bőven comebackelni, tehát hogy ez most talán megadhatja nekik a kellő lendületet, hogy akár tényleg 6-6-ig is elmenjenek ebben a fél időben, szóval figyelj, nagyon kíváncsi vagyok, főleg azért, mert mint mondtam, már beszéltem arról, hogy itt mennyire szorosak a körök, hát ez most jön ki a legjobban a pénzügyi helyzeten, mert Famas, két Dezi, egy XM 1014 plusz egy Maki, igen, Makét. Makét, igen. Szóval, ráadásul a kezdés sem jó. Igen. Igen, tehát a kezdés sem jó, ráadásul emberhátrányban van a Honvéd. Itt most elkezdődött egy comeback. Igen, megvan az esélye, sőt, ha úgy veszik, akkor jobb pénzekkel rendelkezik, és jobb fegyverekkel is most jelenleg a Spirit Gaming. Tehát valós a comeback, és Flebnek megvan a nyitó, Nolan kapott egy fejest. Hát, Maxi az, aki várja azzal a sotival majd Sighton. Igazából, hogyha füstös védelni fog, akkor nem biztos, hogy sok esélye lesz. Ó, viszont az a fam az elsül. De csak egy kire volt jó, Trev az, aki tud trédelni. Na, a Soti is. Azta! Hát a Soti is elsült. Oké. De még mindig megvan az ember előny. A Spirit Gamingnél is most már csak egyedül marad. Életben Flashy. Elment mellette. Ó! Egy! Ezt kettő már nem lesz. És hát lesz kettő, csak az a Spirit köreiből. Igen. És hát akkor most EQ kell mindenképpen következzen a Honvédnál, amiből viszont megszerezheti akár a Spirit Gaming a harmadik körét is. Főleg úgy, hogy azért egy kis most minden megvan hozzá. Teljes fegyverzet, teljes utility set a Honvédnál igazából egy 5-7 és egy Dezi, ezekkel kellene valahogy közbeszólni. Igen, az előző vásárlás azért bőven jobbnak mondható volt, és így is azért három fegyvert el tudtak venni. Úgyhogy nem engedik el a Spirit Gaming-et sem egy stabilban kialakításához. Legalábbis ez egyelőre meg is látszódik. Csak a kérdés az, hogy most az a két upgrade-et pisztollyal vajon mit fognak tudni kezdeni. Maxi szeretné megkezdeni a fregelést a Dezivel. Búztolták hosszún, de a nyitó freget nem eredményezte meg egyelőre, és Maxi szeretné kitolni, amit Treff tart le egyelőre, és lehet, hogy vagy ő lövi az entry-t, vagy ő entry-ződik, így a túrás miatt pikelhet akár Maxi, nem akad be viszont a fregi, és az USP-vel, jaj, nem, azzal se. Azzal se úgy néz ki, na ennek sem sikerül fregelni, aztán ott is megpróbálkozik pontosan ugyanazzal a mozdulattal, és neki is pontosan ugyanaz lesz a vége, Treff végül is kivégezte egyedül ezt a pusht. Megszerzi. Igen, megszerzi viszont így a harmadik körét a Spirit Gaming, és most majd a vásárlása a Honvédnak. Igen, és most már ez a jól tud gazdálkodni a pénzre, hogy té oldalon alapvetően azért mindig könnyebb dolga, hogy Cségóban is, illetve azért ez igaz szerintem a Cség 2-re is. Tehát, hogyha most adott esetben, még ha bukná is ezt a kört, ugye a Spirit, hiszen a Honvédnak most van jó vásárlása, következő körre még akkor is bőven lenne pénzük, még VP-re is simán, ha jól nézem a számokat. Tehát ennyit jelent az, hogy a Honvéd 6-0 után
Ekkora kényszerült az első bukott kör után, úgyhogy félig meddig. De úgy néz ki, hogy most a fegyverekkel sem tudják megakasztani a Spiritnek a támadását. Rögtön megvan a dupla ember előny. Totti. Nézzek, itt lekapcsolhatja egyedül a támadás, egyébként lovasak az ellenfelek, igen. Szóval egyébként lehet, hogy egy könnyű dolga, és ez is ott is van a line-up előtte! Tottitől egy óriási hármas! És így marad végül egy 1v2, amit valahogy meg kell oldani a Spirit Gaming játékosnak, Eyeballinak. Érkezni fog lassacskán majd itt fánkból. A bomba viszont megvan, itt a honvédosok össze is záratnak, akár a lehető legjobb helyre érkezik az a füst, és hát Eyeballinak megvan a merészsége, hogy ezen átsétál. Hát azt tudom, hogy merészsége megvan, de kérdés az, hogy át is szeretne, ugyanis van még egy bő egy perc egyébként, mire ezt kimondom, addigra már egy 50 másodperc. Úgyhogy meg lehet várni ezt a füstöt, egy kicsit lehet nyomást helyezni a honvéd játékosaira, hogy honnan is fog érkezni esetleg az ellenfél, de ott meg fogja látni, viszont ott Eyeballi azonnal fejeli őt, és itt onnan kell végre egy V1-et hoznia, akiről egyáltalán nincsen információ. Eyeballi megpróbál egy kicsit fékelni ezzel a füsttel, de nem ugrasztja ki egyelőre Nolent, aki már lassacskán szépen érkezik hátba, és ez a lehető legjobb timingban fog neki kijönni, ugyanis Eyeballi még föl is veszi, esetleg a bombát is elkezdene plantolni, akkor lehet, hogy ez az, ez az utolsó pozíció, amire nem számít, a Nolent viszont nagyon okosan játsza meg, ő is szépen kivár, tudja, hogy először a bombát kell begyűjtenie majd az ellenfelének, és akkor most lehet majd plantolni, és így pedig ez nagyon könnyű hátbalövés lesz, megszerzi a hetedik körét, a honvéd ezáltal így bebiztosítva nekik a félidei győzelmet. Pedig a dupla ember előny is megvolt már a Spiritnél, úgyhogy megvolt minden esélyük arra, hogy tovább zárkózzanak. Hát ez egyelőre most ez megakad. De ahogy mondtam ugyanúgy a kör elején, azt is, hogy lesz pénze még a Spiritnek a fullos vásárlása. Úgyhogy tovább tudnak szépíteni, és akár egy 7-5-ös fél időig fel tudnak jönni. Ugye kettő kör van hátra, ne felejtsük el, hogy most már nem 15 körig játsszák az adott fél időt, hanem csak 12-ig. És 7-5 még ebből simán lehet. Vásárlás lesz mind a kettő oldalon, úgyhogy attól nem kell félni. Támadóknál még ráadásul a VP-re is futotta megint Inzert kezében. És jó a pozíja egyébként, úgyhogy megpróbálhatja akár megpikelni Kévet. Másik oldalról már azért annyira nem fényes a bank, ugye Nolan ki tudott hozni egy AK-t, de beragadt, vagy hát lett kettő MP9, illetve egy XM1014 megint maximál, amit egyébként egész jól tudott hasznosítani, amikor utoljára nála volt. És Totti szeretnének itt agresszívak lenni, nagyon jó a vakító, jajaj, ott egy kis blokk történik. Úgyhogy Totti nem tudott időben visszazárni, így a gránátokkal sikerült őt entrizni. Nolannek pedig hát egyelőre sok esélye nincs, hogy Rifleget tudjon szerezni, helyette inkább a falat túrja, ami egyelőre nem eredményez Freget, vissza is kellene zárni a lassacskát, tekintve, hogy 36 HP-ja van, úgyhogy ez meg is fog történni, így viszont meg lesz az ember előnye a Spirit Gaming-nek. A kérdés az, hogy lesz-e dupla, ugyanis itt Nonsense-t is kapta az ívet bőven falon keresztül, de végül ki tudott ő is menekülni, úgyhogy egy kicsit most le fog lassulni talán a támadás, és itt lépéskényszerben van mindenképpen a honvéd, neki kell kezdeniük valamit az ember hátrányukkal. Igen, lehet nem ártana, hogyha Nolan esetleg átdobná a fegyveret, nem tudom, hogy megtette, szerintem még nem, hiszen ugye ő 31-nány HP-val. De Flash végül is elhúzza Inzertnek a skalpját, úgyhogy legalizál emberek mennyiségét tekintve, sőt Flashynek ott van a következő kill is vakulva, vagy félig meddig vakulva. Nolan is megszerzi a magáét, és lemarad egyedül. Hoppá! Lehet, hogy klácsol? 30 HP-ja van, nem tudom, hogy maxira számít-e, de nála pedig egy Dezi, majdnem, igen, egy Soti van, Sotit akartam mondani. És ilyen távolságból mondjuk az AK ellen nem biztos, hiába van 30 HP-ja, nem feltétlenül lesz esélye. Hűha. Na be fog-e oda nézni, vagy csak tesz itt egy tisztelet kört? Be fog nézni. Jaj! Ez a shotgun, ez... Figyelj, tudjuk, hogy jól lehet használni. Nincs pénz, akkor maximál inkább nem az MP9-eket választja, amit rányul a Sotira. Óriási próbálkozás volt egyébként itt Leptől, tehát 1v4-ből tudott 1v1-et kreálni, itt a legvégén nagyon picit túl gondolta. De hát ez így Maxinak kedvezett. Úgyhogy megszerzi a 8. körét is a Lenovo Legion honvéd, és hát kötelező mód vásárolnia kell a Spiritnek, amiből egyébként nem is lett összehozva annyira rossz set, tehát hogy jön kettő AK, egy Galil,
kettő dezi, illetve egy nagyon gyors altámadása van, ráadásul pont itt nonsense-ék vannak, nagyon jó lesz majd az amoló, illetve jó pozíció van, viszont a flash a gyönyörű ütemben érkezik, flashirak összejön végül egy dupla, amire insert tudott válaszolni, de Maximár bezárt a rakóra, két embert fejel, mind insertet, mind pedig televet, és itt Csolyv keresi tulajdonképpen a társait, mert itt az utolsó körben, az első fél időben 1v3-ban marad, és ő is lassacskán meg fog érkezni majd mainből, de hát a bomba nincs nála, ki van zárva, ráadásul egy füstje, és csak egy dezi van a kezében. Ez itt egy nagyon nehéz kör, amit meg kellene valahogy oldani, hogyha szeretné itt a negyedik kört összehozni a csapatának. Át fog sétálni a füstje, jó volt a timing, tehát ott végül egy nagyon előkelő pozíciót elfoglalva, így a 9. körét is begyűjti a Honvédnak, ez egy óriási CT oldal a Lenovo Legion Honvédtól. Úgyhogy alig várom, hogy mit tudnak összehozni itt a felek a második fél időben, mert azért a Spirit Gaming-nek is bőven kíváncsi vagyok a CT oldalára, mert nem véletlen pikkelték azért ők sem ezt a pályát, és szerintem bőven több van bennük, mint amit most az első fél idő alatt megmutattak. Igen, ugye ezt nem tudhatjuk, hogy mivel a Honvéd választotta ennek következtében az oldalt, a mappiket követően, hogy mennyire lesz erős majd a CT oldala a Spiritnek. Lehet, hogy ők is a CT-t választották volna, hogyha mondjuk adott esetben a Lenovo-sok választják Ancientet, ez hamarosan ki fog derülni. Milyen játékstílus választanak, és mire érkezik amúgy szinte mindenki, és hoppá, hát na, jó, akkor igazából túl sok kérdés már nem marad, igazából kb. Csak annyi, hogy meddig fog Maxi életben maradni, egészen eddig a pillanatig. Hát minden összecsaptak a felek, letolták Redet, és úgy gondolták a tégés, hogy akkor ők is oda mennek, és akkor nézzük, hogy mi lesz a pisztolykörből, úgyhogy megvan a negyedik köre a Spirit Gamingnek, 4-9. És ha jól látom, akkor erre nem fog vásárolni a Honvéd egy gránát, ami ott nonsense-nél lesz. Kap meg még egy majd Maxinál. Szóval én szerintem hasonló lesz itt a koreográfia. Dupla nédelnek majd, ezzel megpróbálják akár iBallit elkecselni. Hát a sebzés összejön, de végül azért itt iBalli bőven tudott duplával rákontrázni. Flashy viszont tudott reflektálni, aztán insert majd lab is megérkeznek, úgyhogy ez egy nagyon könnyű feltakarítás itt középről. Insert pedig végül eliminálni tudja Nolent, és aki megpróbálta bevinni a bombát még egy gyorsan alménből, de ez a koreográfia így nem jött be. Megszerzi az ötödik körét is, a Spirit Gaming zárkóznak egy kicsit közelebb a Lenovo Legion Honvédhoz, viszont most fog érkezni majd támadó oldalról a vásárlás, azonnal érkezik 5 darab alkál, azért aránylag soknak mondható utility, viszont gránátokgyileg még mindig jobban áll egyértelműen a CT csapat, ahol viszont van 4 darab M4, illetve egy autoshotgun. És ott a Soti már bizonyított, úgyhogy ne írjuk le egyáltalán a ref kezében, úgyhogy kérdés az, hogy most valószínűleg inkább lelassulnak a csapatok, hiszen azért fegyveres kört nem kéne elbukni egyik, illetve másik oldalnak sem, hiszen akkor a másik oldalon, illetve a bukó csapat az mindenképpen ekkora kényszerülne a következő körben. Inkább ez a tékre jellemző, illetve igaz a Lenovo Honvédra. És ennek megfelelően azért lassabb kört is látunk, kiment pár utility. Meg lesz a nyitó, meg lesz Hlebnek végül is Totti. Nem kezdődik jól a Lenovo számára a kör. Viszont Red Roomban így van, pont látjuk is Nolent. De tudatosan adták át a CT-k, úgyhogy valószínűleg számítanak is, ha így is van, Csolyv el is fogja nédelni, és pont alatta robban. Még azért maradt 69 HP, és nézd meg, terület már megvan. Nagyon hasznos információ a CT-k számára. A bombát azt valószínű B-re fogják ennek megfelelően számítani a CT-k. Igen, ez egy kellemetlen meglepetés. Ez meg a másik. Maxi végül tudott egyet triplegálni, a második már nem lesz meg. Trev végül le tudta őt lőni. Nonsense-ék egyébként, hogyha egy jó timingot elcsinnek, akkor be is tudnak jutni majd rakóra. És van még egy füst, amivel rövidet ki is lehet zárni. Inzerték pedig egyelőre úgy néz ki, hogy megpróbálják ezt ritékre játszani, meg kell várni mindenképpen a társakat. Nonsense kizár hosszúra, 28 HP-val Inzert fog ide érkezni, és ott van a line-up, le is tud lőni egy játékos Nonsense. Utána Troy azonnal tudott riflegálni, és egy fasi marad végül, szorult helyzetben egy 1v3-ban, aztán végül iBally azonnal fejeli őt, amint itt a füst mellett kitíkel a Honvéd AWP, és úgyhogy megszerzi a hatodik körét is a Spirit Gaming, szépen elkezdtek zárkózni. Úgyhogy följön a bomba, röpke 7 másodperc múlva, akkor már 3 körre lesznek igazából egymástól a felek. A kérdés az, hogy pénzügyi helyzete milyen lesz a Honvédnak, illetve hogy szeretnének-e vásárolni ezekkel a 4000-ekkel, megtehetik. Tehát jöhetnek azért galilok, és akár jöhet egy gyorsabb támadás, mert eddig talán azt nem láttuk még itt az alatt a 3 kör alatt a Honvédtól. Úgyhogy lehet, hogy az fog jönni, már pedig ott azonnal rá is nyúltak a játékosok. Viszont az már kényelmetlenebb helyzet lesz, hogyha esetleg ezt elbukják, de bombaplant pedig nem jön össze. Itt látható Nonsense egyébként el is adta az alkát, inkább ő nyúlt rá a több utility-ra.
ugye azért lesz bőven gazdálkodni, lesz miből gazdálkodni a Honvédnak, de hát egyértelműen nem sok. Nem sok kérdés, hogy kicsit kísérletesen hasonlít a helyzet arra, amit ugye a Spirittal látunk ugye még az ellenkező, az előző oldalon. Körökön keresztül azért rávásárolták AK-t, Galilt, de a kevesebb utility mellett döntöttek, és már nincsen semmilyen, egy darab füst maradt egyedül. Így nem lesz egyszerű, főleg úgy, hogy ki vannak szorítva, és hát rámpa az, mert tulajdonképpen megvan még lén is. Hát, és utility-je, főleg flash-ei még mindig vannak a Spirit Gamingnek, és a Ibelin nagyon okosan, ügyesen visszatart, számít arra, hogy esetleg egy dörköt hagynak, és hagytak is amúgy. Hát most ez egy abszolút nem egy gyors kör. Kontakt még nem volt, de már a Spiriteseknél két játékos is sebződött. Újra tervezés? Nagyon úgy néz ki, hogy hát nem tudom, talán az előző kör vesztesége egy kicsit még inkább elbizonyítani, tehát nem csak az, hogy folyamatosan zárkozik a Spirit, hanem az előző körben sem fegyverekkel nem igazán tudott dominálni a Lenovo Honvéd, ami nem jelenti azt, hogy nem tudnak megnyerni majd ezt a pályát, de most egyelőre tanástalanok, és az információ megvan, hárman is miden. Na nézzük, hogy Trev ki fog-e nézni majd. És ott van az első kill, Leb, és fél perc van, valamire el kéne indulni, vagy lehet, hogy lassan már menteni. Nem lesz itt ebből mentő akció. Ott illetve Flashy tudtak egyet-egyet rifregálni, úgyhogy lehet megforgatni a támadást, és nézd meg, be fogják vinni végül arra, ahonnan insert pont rotál ki, viszont meg fogja hallani valószínűleg, hogyha itt elkezdik majd rakni a bombát, de már itt a léptekkel is teljesen mert tisztában van a Spirit Gaming. Az egyetlen probléma az, hogy itt el van vágva a Nolan által, és el tudja húzni Trevet is ráadásul, insert, jó helyre píkel, ölterik el, és be tud jutni végül, szép pozícióra, és végül meg is van neki a dupla 18 HP-val. Egyelőre még insert életben így a remények is ezzel együtt. Csoda kellene lassacskán így nem tudom, mozognia, megérkeznie. Nolan most nem boldog, tessék. És így 2v1. Nonsense-nek kell ezt megoldani. Van egy lovos, illetve pontosan tudja azt, hogy Troy honnan érkezik, le is fogja őt lőni végül, és a bomba pedig látom akkor rá van rakva, úgyhogy itt összességében csak tényleg ugrálnia kell. Hiába van kitja, egyszerűen insertnek pontosan tudja, hogy az első ugrás után el kell menekülnie mindenképpen, hogyha szeretne esetleg egy fegyvert átvinni a következő körbe. Monsters is ugyanezt fogja megtenni, megszerzi a 10. körét a Lenovo Legion Honvéd, és egyébként elképesztő, hogy amennyire szorult helyzetben voltak így az első fél percben, onnan mennyire szépen vissza tudtak jönni. Én talán lebre rónám föl azt, hogy az első frag után lehet, hogy vissza kellett volna zárni és megtartani azt az emberelőnyt, mert hiába előtte a bombát nem volt meg a kellő terület, hogy azt az egész csapat tudja fedezni, és nem volt arra sem lehetőség, hogyha ő kihullik onnan képből, akkor legyen erre egy refrag. Pont ki tudta lőni egyébként őt Flashy, ráadásul még ott is talált egy freget, úgyhogy az az emberelőny az azonnal hátrányjá fordult. Talán ezt rónám föl, azon kívül pedig egyébként nagyon tetszik a Spiritnek a játéka. Igen, és az utolsó szalmaszában, legalábbis ami ugye a kört illeti, meg tudott kapaszkodni a Honvéd, ugyanis pont arról beszéltünk, hogy hát ráforszoltak kevesebb jutival, és végül is most nekik ez bejött. Most pedig látunk egy gyors átámadást, Inzertnek megvan a nyitó, de erre válaszol Totti, érkezhetnek tovább. Ú, az a füst az, hát lettől érkezett, és meg is van neki, illetve nem is neki, Ájbali segítségével. Ú, az az MP9 erős kéne legyen, de nem lesz erős. Nonsense, miket pakol le. 2v1-ben. Jó, nézd, érkeznek hátba. Hát, szúrni kellett volna. Hát lehet, hogy most nem az a pillanat. Igen. Tehát amikor Nolan nem szúr egy ilyen lehetőséget, akkor szerintem érződik, hogy ez most nem az a pillanat. Pedig aztán Nolan szeret az ilyenekre rámenni, de figyelj. 6-11, megvan inkább a magabiztosabb előny, és kettő körre egyébként attól a Honvéd, hogy itt behúzzák az ellenfele pályaválasztását, úgyhogy itt valamit ki kell találni egyszerűen, és az a legkellemetlenebb helyzet, hogy elfogyott a pénz egy ilyen pillanatban a Spirit Gamingnek, szóval itt a Dezikkel és P250-nel kell valahogy csodát tenni, ellenkező esetben pályaponton lesz a Honvéd. Úgyhogy nem a legkellemesebb kör. Nagyon jó a flash, csak éppen a társ... Nem a társtól, bocsánat, ez maxi flash-je volt. Nolan egy óriási duplával nyitotta meg ezt a kört. Ájballi, itt a molóból kirohanva, összegyűjte. Majdnem kettő freget, Totti azt hitte már lelőtte az ellenfelét, de ez ilyen formában nem volt igaz. Aztán Nonsense végül csak ki tudja kapni, Klebet is CT-ről, és így insert marad végül 1v4-ben, aki kellene hát az évtized csodáját összehozni ezzel az USP-vel. Hát azért szerintem ezt a kört most már odaadhatjuk a Honvédnak. Spirit oldalán már majdnem látunk egy 1v4-es klácsot, de hát
Igen. Ez nem lesz, igen. Befejezhetem így a mondatot, nem ez lesz, és 12-6 most már az állás. Kényelmes az előny is, illetve hát ugye egy körre, ahogy mondta te is, van attól a Lenovo Honvéd, hogy Legion Honvéd, hogy behúzza ezt a mapot. És ugye azt megfordult rögtön a fejemben, hogy ahogy ezt kimondtad, hogy ugye még a mérkőzés előtt arról beszéltünk, hogy én sem lesz szerinted a döntő. Én most úgy érzem, nyilván a Honvéd játékából kifolyólag is, hogy bár ugye nyúkon CT oldalon pont a Spirit fog kezdeni, az nagy kérdés lesz, hogy ott hány kör tudnak érzem, mennyire fog majd beindulni a szekér. Ha ott is rögtön az elején már T-ben tudnak köröket nyerni a honvédosok, akkor valóban ez a két 2-0-ás eredmény az megállja a helyét, amit te is prognosztizáltál, de hát ettől még azért messze vagyunk, illetve hát annyiban közelebb, hogy egy körre van attól a Honvéd, hogy behúzza Ancientet. Hopp! Mert az árnyék otthon nem pontosan tudja, hogy az ott egy fájt, amit meg kell játszania. Meg is van itt, tehát a nyitót refullik el, és így Nolan pedig nagyon okosan vissza is zár lebb. Ő szeretne refregelni, aztán kettővel végül tud válaszolni, és mindon nem, mint pedig Totti elhullottak, egyáltalán nem számítottak arra, hogy lehet Heavenben játékos. Viszont így megnyílik nagyon-nagyon sok terület, úgyhogy lehet is menni igazából arra. Fangból kell majd bezárni a pont egyetlen egy embernek, és hát Nonsense ki is kapja, őt kegyetlenül lepullik ki. Ő tehetett volna csodát ebben a körben, így viszont egy 3v3-as attertantot kell megoldania. A Spirit Gamingnek mindenképpen az életben maradásért insert fog majd érkezni templomban, amit egyelőre Flashy tart le Brokiról, viszont amennyit futkározott, én szerintem insert ezt hallottam, de egyelőre meg kell várnia majd a társakat, akik mainből, illetve fangból fognak érkezni. Pillanatokon belül Maxi elcsipi a maines játékos Csajbot, Insert viszont tud riflegelni, Balli pedig rá tud kontrázni, úgyhogy pontosan tudják, hogy hol van az ellenfény. Insertek, ez egy nagyon előkelő pozíció, ment a füst a bombára, és szedni kellene, viszont egyáltalán nincsen ki, Maxi elkezdi túrni a füstöt. Ja, de szedik, csak szedi. Hang ugye, azt már nem adtak. Ja, a kollégák, ugye fel fog jönni végül. A bomba, ez egy nagyon szép megoldás volt egyébként a Spirit Gamingtől ebben a 3v3-ban, de Hebnek nagyon sokat köszönhetnek, hogy duplán tudott kontrázni az entry-re. Igen, és ugye a templomból érkező játékos Inzertnek is fontos volt ugye abszolút a játéka. Nem csak itt az utolsó kill miatt, hanem abszolút nem tudott elhullani, illetve nem hullott el, annak ellenére, hogy tudták valószínűleg, hogy mi az ő pozíciója. De ennek a nyertkörnek az ellenére is nem teljes a vásárlás, de ebben a pillanatban mire kimondanám, eladták a Revel adta azt a shotit, és ott van az M4 a kézben, úgyhogy hát most a Honvéd oldalán van gyengébb vásárlás, és csak egy kire volt jó ez a spray. 4v4, és már mennek tovább Nonsense, fú, ezekkel a kicsikkel viszont lehet aprítani majd közelharcban. Jaj! Aprítják is, és ott lehet a vége. Hopp. Ott lesz a vége? Hát figyelj, elsősorban bombát kellene tenni, de ez a 3v2, ez igen, ez elég előkelő. Leb, illetve Balli fognak majd érkezni. Jaj, de jó a flash, Nonsense! Hát Fregett nem talál belőle, de a flash legalább nagyon jó volt. Balli végül el tudta húzni az ellenfelét, és így Flashy egy nagyon jó pozícióból egyébként mind a kettő játékosra majd rá fog látni, amint beérkeznek, de szereti inkább a harcot fölvállalni, meg is van az első frag, és valószínűleg ő is fogja majd bezárni, ugyanis Levitt érkezik Fox HP-ról, hosszúról, de Flashy az, aki végül be is zárja ezt a mérkőzést, úgyhogy 13 hétre a Lenovo Legion Honvéd nagyon-nagyon magabiztosan megnyeri az ellenfele a Spirit Gaming pályaválasztását, és így fogunk akkor elkanyarodni majd arra a nyúkra, amit a Honvéd válaszott, azon pedig a Spirit Gaming CT oldalon fog kezdeni, úgyhogy egy nagyon rövidke kis 10 perces szünet, utána jövünk majd vissza.